mióta vagytok házasok? 95. szeptember 20-án volt alkalmaz. Hány éve is? Plusz 18 lesz, igaz, szeptember. És a házasságot megelőzően mennyi ideig volt, jártatok együtt? Tehát mennyi volt az udvarlási szakasz vagy rész? Hát egy másfél év körülbelül. Mert igazából ismertük egymást előtte is, úgyhogy már ez a része kimaradt. Tehát előtte is jó volt a barátság, csak aztán ez a tényleges kimondott együttjárás volt. Hány évesek voltatok, amikor összeházasodtatok? Hát én már benne voltam a legénykor. Hát jó volt, mennyi volt az, akkor is mennyi most? 25, ugye? Hát már Jani egy hónapra múlva betöltötte a 25-öt. Én meg 21-et töltöttem össze. Mióta összeházasodtatok, mennyit jártatok együtt? 2007 őszén ismerkedtünk meg, és akkor 2009 június elején volt az eljegyzés, tehát gyakorlatilag bő egy évet jártunk egybe. Uh-huh. És milyen volt az udvarlás időszak, Piroska, hogy emlékszel rá? Milyen udvarló volt Norbi? Hát mi, hogy is mondjuk, ez a régi módi udvarlók voltunk, mi nem éltünk együtt egy napot sem, úgyhogy mikor szabadidő volt, találkozgattunk, uh-huh. és akkor csak a lakodaló után költöztünk össze. Uh-huh. És mint fiú, hogy udvarolt neked Norbi? Tehát, hogy virágot hozott, elmentetek Én nem vagyok olyan természetem, aki virágot szeret így fogadni. Hát mi találkoztunk, beszélgettünk, ha időnk volt, hozzá kell tenni, hogy mind a ketten idősebbek voltunk, tehát nem olyan 20 éves korunk elején jártunk. És hány évesek voltatok, megkérdezhetem, amikor megismerkedtetek? És hát közel 30 éves. Közel 30 volt, és elég hosszú ideig, majd 2,5 hónapig úgy jártunk össze, hogy teljesen normális keretek között megbeszéltük azt, hogy ha mi egyáltalán akarunk egymástól valamit, akkor az hosszú távú legyen, ne csapjuk el a dolgokat, ne csapjuk össze a dolgokat, hanem gondoljuk át. És ezért már az ismerkedésünk időszakában egy csomó olyan dologról beszélgettünk, ami azt gondolom, hogy az embernek az életét meghatározza. Hol ismerkedtetek meg? Tri úton. Kicsit konkrétabb, tehát gondolom, hogy mentél az utcán, és akkor nem mondod, hogy nekem kell. Hanem mondom, hogy majdnem így volt, igen. És még azt mondják, hogy nehéz ismerkedni. Elég arra elbiciklizni. Hogy ismerkedtetek meg? Hát, úgy ismerkedtünk, hogy jártunk haverokkal, igaz? Jártunk biciklizni, jobbra-balra, falukba, mindenhova, Hollókőbe, és akkor egyik alkalom, amikor jöttünk visszafele, elmentünk arra fölfele, még arra nem nagyon voltunk, minden igaz? Elmentünk arra, és akkor Pet ott többi barátnőjével beszélgettek, meg jártálkozunk, aztán hát akkor így aztán jártunk el többször, megismerkedtünk. Na direkt mentél arra. Hát igen, mindig volt benne egy olyan, hát ha lássuk őket, és akkor elmentünk arra. Hogy udvarol egy fiú? Na, ez nagyon mű, hogy mozival megy, meg mit tudom én. Nem, szeressen. Minden nap majdnem találkozunk. Most nem, mert most van az, hogy hétvégén mi is elmegyünk valahova, vagy az ő családjával, vagy ugye a bográcsolások, ő is jön, és akkor ott ugye együtt vagyunk. Nem nagyon van nagy udvarlás. Nincs ez a klasszikus út. Töltse velem a szerelmesek napját is. Értem. Fiúk mellett nálatok? Volt már ilyen virágoztás? Vittetek valakinek virágot? Anyukának. Isten tartsa a jó szokát, hogy ilyenek jövék sokat. De most nem is rólatok van szó, hanem hogy általában divat még ez? Majd most nem igazán vár. Tudom, nem ciki, az biztos. Nem ciki? Sőt, már is felcsukattunk. Igen, neked láttam, igen. Az egy nagyon szép hagyomány egyébként. Mi az, amit megtennél egy lányért, egy olyan lányért, hogy tényleg szeretsz és tényleg azon volt, hogy neked ez kell. Mi az a dolog, amit meg is tennél érte? Most nem csak azt, hogy az a kis sírek, veszel neki valamit. Hát én hagyom, hogyha nagyon szeretném a karakát. A szenvedélyétől le lehet mondani, igen. Neked nagyon nagy szenvedélyre számítunk. Júj! Hát nem szenvedélyre. Kidobna az ablakon egy dány? Simon.
Simán. Fel is gyújtana. Hát én arra emlékszem, amikor elkezdtünk együtt járni, úgy indult az egész, hogy elhívott moziba. Aztán következő alkalommal megint elmentünk moziba, aztán szerintem voltunk vagy 4-5 alkalommal moziba, és akkor utána, amikor úgy szorosabbá lett a dolog, hogy megbeszéltük, hogy akkor most komolyabbra fordul a dolog, utána elmaradt a mozi. És akkor megkérdeztem, hogy most nem megyünk többet moziba, aztán azt mondta, hogy elírta a célját. És azóta ezt mutatod a moziba? Igen, voltunk azért, de nem olyan rendszeresen, tehát meg volt az, mert legalábbis gondolom. És akkor mik voltak az udvarlási szokások? Volt ilyen, tudom én, május fálítás, vagy ilyesmiben benne voltál? Egy szemnádatoknak alatt? Voltak ilyenek, de azt másképp csinálni, hogy bejárogattunk a házhoz, és akkor még mindig fogadtak, és akkor a szülők is ott voltak még, azért szerették tudni, hogy miről megy a... Hát volt olyan, hogy el is tudtunk bombolni egy kicsit, de a szülők mindig ott voltak is. Akkor érdekes volna, szoktam mindig mondani azt, hogy akkor mindenre volt idő. Akkor hímeztek, kötöttek, nekik most kötöttek rengeteg pulóvert. Amikor már a kapcsolat kezdett kívülni, akkor mindig kihúztak a pulóvert. Úgyhogy kezdeni kötni, és akkor mindig próbáltak. Megpróbálják, látom, gyorsuljuk. Kész akart lenni, ó, ez nem jó, ki kell húzni. És kezdték. Azt akarom mondani, hogy nem vonultunk el együtt a szülőtől, tehát a szülőkkel együtt, és akkor ilyen közös beszélgetések, de volt rá is lehetőség, hogy mi ketten külön tudtunk lenni. De nem úgy, mint most, hogy a fiatal egy az egyben már külön. Akkoriban hogy ismerkedtek? Akár maguk is, vagy a fiatalok? Tehát, hogy bálba, vagy igen. Hogy jutottak el a házasságig, hogyha ezt akkor megkérdezhetem? Nem mondtuk, hogy bálba, táncra. Tánc. Hát akkor igen. Érdeklődtünk, mamás harnap nélt, hogy nem tudok, lesz-e tánc? Akkor mondjuk, hogy hallottuk, hogy lesz. És akkor ki muzsika? A banda vagy a kású? Cigar, azt úgy hívtak, hogy a kású. Mondták, hogy a rezes banda. Talpalávaló volt, annak nagyon örültünk. És akkor elmentünk, volt olyan, hogy a kisebb lányok, nagyobb lányok, kis karéj, még nagyobb karéj. Hát egyszer csak 8 órakor kiadotta, hogy iskolások hazafele, de bezzeg ugye mink nem mentünk, még haza elmentünk a kis karéjba, és a nagylányok közé mentünk a karéjba. Hát azt utána meg volt olyan, hogy bejárultak az iskolába, hogy na, azt mondja, kik is voltak az este nagylányok. Volt egy karácsonykor tánc az iskolába. Na, elmentünk a táncra. És akkor ő meg arra settelkedett, oda jött, nem szólt, hogy rálépett a lábamra. Mondom, megyünk haza, azt mondom, anyu, egy nagy gyerek meg rálépett a lábamra. A nagy gyerek. Fel is keresett a nagy gyerek, ugye? És akkor így tovább megismerkedtünk. És milyen udvarló volt Jósi bácsi? Hát, figyelmes! Hát ez nagyon érdekes dolog volt, a találkozás is eleve. Mert ez olyan volt, hogy első látása valóban úgy volt, hogy a nővérem Széchenyben lakott, és akkor még busz még nem volt kint, és akkor a temetőhöz mentem ki, hogy a sipeki buszra felszálljak, meg a rimóciak is, akkor még a temetőhöz jöttek ki, mert ha mi sipekről jött busz, az ugye ott nem ment be a Széchenyi buszmegállóba, és akkor vártuk a buszt, és akkor ott ismerkedtünk meg, és akkor utána. Hát ott csak láttam. Ott csak láttam, mert hát beszélgettünk, mert az a busz úgy jött, hogy kijött Rimóci, és úgy ment sipekre vissza. Ez olyan 8:30 fele lehetett. És volt egy Rimóci illetőségű lakodalom, úgyhogy innen ment a mennyasszony sipekre. És a bátyám volt a buszsofőr, aztán ott átmentem vele. Akkoriban még ugye jártunk így a szomszéd faluba és lakodalomba, aztán ott meg még, ott már beszélgettünk is, mert akkor ugye, akkor még igen divat volt abban, hogy mindenki táncol, aki a lakodalomba bemehet, aki nem is hivatalos is. Így történt a dolog, akkor már beszéd is volt, ugye ott többet tudtunk egymásról.
És akkor három évig udvarolt ki? Hát három évig. Kezdben volt az egy kis katonaság is nekem, úgyhogy az... És ráadásul még gyalog a szurdokon. Hát befenni kellett. Tényleg is. Hát volt, volt olyan eset, hogy ilyen havas, vagyis jég lett, és nem volt hó, csak ugye ilyen deszka út, aztán a jég, vagy a felső kattatón négy kézla kellett kimászni. Nem lehetett venni. Hát megértenem. Na, ez a jó, hogy ennyi után, és ezt mondja, igenis megértem. Volt olyan eset is, hogy hófúvas volt, és akkor térdig épli hó. Hát szóval vannak kalandok. És te tudatosan válogatod esetleg úgy a fiúkat? Te most értem, mondom, amíg nagy a szenvedén a hív, az ember azért nem gondolkodik, hogy a másik is ezt akarja, de te tudatos vagy ebben? Igen, én már tudatos. Tehát már olyan korban vagyok, hogy már azt kell néznem abból a szempontból, hogy a férfi el tudja tartani a családot. Van a munkája, félreteszi a pénzt, vagy itt elveri erre arra, vagy szórakozik-e még olyan hajlamú. Pénzféleknél nem nagyon lehet. Nagyon nehéz. Igen, de van olyan, aki megpróbálja, mint mondjuk te. Te és kettő között ez nagy különbség van, hogy egyáltalán meg se próbálja, vagy azt mondja, hogy próbálom, de lehet, hogy nem úgy megy, ahogy én tervezem. Tényleg már te mióta vagy tartós kapcsolatban? Most már mondhatjuk ki, hogy már jegyzés is volt? Most volt 3 év. A jegyzés minden. De azért ez komoly dolog, mint köztetek, tehát... Hát ja, mondhatni, most már... Ha megjött. Remélem, hogy komoly is marad. Semmit sem tudunk. Hát nem, de úgy azt látod, hogy egy irányba néztek? Egy irányba. Csak a korkülönbség is látszik. Mondjuk barátnőm az nagyon el akar költözni külön, és én azt nagyon nehezen bírom bele megértetni, hogy az én még ne ugorjunk bele. Ugye az, hogy én is még 24 évesen, 20 évesen, jó, hogy majd így, majd én magamnak, nem jó az úgy. Úgy, mint nekem, hogy a nyomvonal meglegyen. Most én belevezetem a nyomvonal.